Hát, sziasztok mindenki! Remélem, még senki nincs lerészegedve ilyenkor, december 31-én. Amíg igazából most 22-e, mert én most veszem észre, hogy egy héttel, bő egy héttel előtte vagyunk még a nagy eseménynek. Mindenesetre itt ülünk a stúdióban, a SpeedZone stúdiójában, nekem most ez az utolsó munkanapom, és a Speed idén már sok minden nem történik, tehát ami, ami, kimegy, az innentől kezdve konzervanyag, amit már rég elkészítettek a szorgalmas háttérmunkások. Például Salós Kovács Peti itt a stúdiópult mögött, ő kezeli a mixert meg a minden szar. Szóval a ketten vagyunk benne, meg a Bence itt a falon túl még dolgozik valamit, de, de jobb lenne, hogyha ő se lenne, mert hazamehetne már végre a gyerekéhez. Péntek van, holnap után karácsony este, és jönnek az ajándékok, és most viszont nektek, és már remélem nekem is, december 31-e van, az a szilveszter. Öhm, kizó ezt így elmondani, de én szerintem jelen pillanatban a Pólus Centernél vagyok a nagy veterán találkozón. De miközben ez a jövőben lesz, de mindegy, ezt jó, ebbe jó belegondolni. Viszont nekem most itt az a dolgom, hogy lezárjam az évet, ahogy minden év végén szoktam. Van egy vastag puskám is, mert ennyi mindenre nem emlékszem, annyira komplikáltat írtam. Mindent el tudtok olvasni az olvastárban különben, és ott be vannak linkelve ezek az anyagok, amikről beszélni fogok. Tehát, hogyha jobban meg akarjátok nézni, akkor speedzone.hu, olvastár, vagy akár a címlapon most a mai napon kint lesz főanyagnak ez a csíkzón, és ott végig megtaláljátok, vagy nagy kattintható képpel, ikonnal, vagy belinkelve, de ezeket az anyagokat, amikről beszélni fogok. A leírásban is ott lesz a cikk. Most ezt nem fogom föl ezt a mondatot. A nézők meg Jó, ő, de tompa vagyok. Pedig tegnap előtt volt a karácsonyi buli, kicsit elhajlottunk, de <kül> annak már, az már múlt. Na, szóval 2023 egy elég jó év volt, és hogyha hozzáveszem azt, hogy 2022 végén, amit írtam, ugye ennek a mostani anyagnak az elkészítéséhez megnéztem, hogy akkor mit írtam le, Hát ez egy év volt. Szóval 2022-ben, most úgy természetesen autókról van szó, nem magánéleti dolgokról, de hát akkor volt például a nagy, nagy bebukásom a fiáttal, amit azért vettem meg, hogy Angliába menjünk, akkor volt az, hogy eresztett a kagyiva és fél évig nem tudtam használni. Volt egy fogadalmam, hogy hogy többet fogok motorozni, hát ez nem, nem jött össze már csak azért sem, mert, mert azt hiszem júliusban ért véget a, a Kajiva inkontinenciája. De arra gondoltam, hogy 2023 talán még ennél is rosszabb lesz, hiszen sok minden mér javulna, és igazából 2023 egy nagyon jó év lett. Nagyon, tehát tök, tök örömmel tekintek vissza az egészre. Hát ugye pont ez a, <kül> ez a ez az újévi fogadalom, amit én 2023. január 1-én hajnalban tettem, hogy többet fogok motorozni, ez megvalósult. Nem volt magas a léc, ezt aláírom, mert előző évben összesen talán így a városban motorozgattam a kajcivával, meg, meg egyszer elmentünk, mikor még Amerikában volt a Speed Zone, még utána hazajöttünk, akkor már bőven ősz volt, ez így október legutolsó két napja, és akkor elmentünk a családdal kehidakustányba, de már elég szar idő volt én élveztem, mert a kagyimán jó a gumi, meg stb. A Kati, meg a Bálint, ők kicsit nyavajogtak, hogy csúszik. Mindegy, szóval, hogy nem voltak nagy motorozások. Aberdoch idén. Idén úgy kezdődött az év, hogy amikor, kvázi amikor elővettem a kagyivát, és elkezdtem egy kicsit menni vele, már elmentünk Weissenkirchenbe, a Zyberer Bergpreis, ez nem az a kép, Peti, arról nem adtam képet, Peti, itt nagyon szorgalmasan játsza be a képeket, én meg nem követem pontosan a saját magam leírt a dolgokat, hogy megőrüljön, de, de jó ez, hát figyelj, ez egy laza év volt, és jól éreztük magunkat, és még nem is ittunk különben, és <laughs> szóval, hogy elmentünk erre a, a, versenyre, az volt az előző kép különben, amikor négy motort láttunk, a, a 01-es pont JPG. Én itt látom, mert ide van írva. Ez. Itt van az, hogy a fiamnak ott van rajta a CB500-as honda -ja, látjátok, mellette az ott a Kati, a Ducati, en mellett áll a Norbi, akit én hoztam a Kajiván, és az ott a sógorom a Yamaha TDM 850-esen, és így elmentünk, rohadt jót motoroztunk. Majd nyáron még egy csomót használtam a motort, voltam vele, például volt egy ilyen speedzónos, tám hát na mindegy, Pista, meg a, azt mondom, a Göbi, meg én így hárman előadtunk egy sáros pataki rendezvényen, hát én oda is motorral mentem, nagyon élveztem, nagyon szép motorozás volt, mert Miskolc után én elmentem a kanyargósra, és nem autópályán mentem, és fú, csodálatosan egy ilyen motorral ott menni. Aztán még ősszel is elmentünk, és most bejátszhatod azt a képet, amit az előbb akartál, a másodikat, elmentünk Katival egy évzáró motorozásra, borzasztó hangulatos volt, nagyon szép helyeken mentünk. Ugye van egy Karte Kuhl nevű motoros találkozó hely Wiener Neustadt mellett, és annak a környékén, tehát ez a Mária Cel, Mária Celtől Éjszaknak stb. Megtaláltam azt a helyet, ahol még a Balázs Viktor vitt minket egy KTM bemutatón, amikor a KTM Adventure 1001 90-nek volt a bemutatója, és akkor ő talált Ausztriában valami utat, és ott 40 motorossal ott téptünk, mint a barom, és ugyanazon az úton sikerült most menni, szóval nagyon jó volt. Motorozásilag ahhoz képest, hogy az előző évek milyenek voltak, nagyon jó volt. 2023, hát a Dolomitokba nem jutottunk el, ami nekem mindig a nagyvágyam, a Broszglocknerre sem jutottunk el, amit nagyon szeretek, de ami késik nem múlik, hál' Istennek még egész jól bírom ezt a dolgot jövőre még jobb lesz. Na aztán. A Kajivával volt egy kis probléma évközben, mert akárhogy hittem azt, hogy az a ragasztó, az az Araldit 2013 kötőjel 2, az tapad a poliamidhoz, hát tapad, de mint kiderült, ez egyike azon nagyon kevés epoxi ragasztóknak, amik nem térkitöltő epoxik. Tehát ez a ragasztó ez nem alkalmas arra, hogy te kis Jézus szobrot öntsél belőle, mert széttörik, és a kis Jézus szobor az egy esnél nem is nagyon lehet nagyobb, mert körülbelül akkora rést képes áthidalni ez a ragasztó. Én pedig egy három es lyukat próbáltam betömni vele, ami a közepén így krak elrepett, és valamikor augusztus végén elkezdett ömleni megint a tankból a benzin, de tudományosan kitaláltam egy másik módszert, alufólia ragasztó, alufólia ragasztó szendvics szerkezettel, mint hogyha űrhajót építenék, csináltam Tudom, nem így épül az űrhajó, csináltam egy rétegelt lemez lyukfedő akármit, és azóta porszáraz. Tehát nem úgy száraz, mint előtte volt, hogy picit azért, ha muszáj volt, nedves volt, hanem teljesen porszáraz a kajcsival és technológiailag is, hogyha végig gondolom, ennek most tartania kéne. Hogyha ez sikerült, akkor a Kajiva Grand Canyonos társadalom, és különben a KTMS-ek is ezzel küzdenek, meg minden poliamid tankos motornál, ilyen Acerbis poliamid tankos motornál ezzel szoktak küzdeni, amikor ezt sikerült megoldanom ezzel a ragasztóval és ezzel a technikával, és akkor nagyon büszke leszek, de majd jövőre beszélünk róla, hogy benne marad-e a benzina Kajivában, ami különben tökéletes és imádom. Szóval ennyit a a kacsivás motorozásról. A másik fajta, ma, ez a Sáros Pataki kép, igen. Itt, itt távozom már az eseményről, és innentől egy óriásit motoroztam még két és fél órát. Ezek ilyen magán dolgok, ott vagy egyedül a motoron, nem is tudom, hogy ki mondta hogy a motorosnak nincs jelenle, nincs múltja, nincs családja, nincs semmije. A motoros ott van magában, és csak élvezi az életet, és körülbelül itt ez meg is valósult. Na, a másik motorom ugye az NSU OSL 251-es, az az öreg 1938-as motor, amivel már évek óta tervezem, hogy egy 1938-as utat megismétlek, és amit a feleségem nagyapja csinált 38-ban, azzal a fényképezőgéppel megörikítem azokat a helyeket a dolomitokban, és erre összeszedtem két haveromat, hogy kimenjünk majd valamikor. Hát idén lett volna annak az ideje, hogy a három motor így, hogy már összeállt, egy hárman legalább ilyen 50-100-200 kilométeres körökre próbából elmenjünk, hogy hogy fogják ezek az ősöreg szerkezetek bírni a, hát szerintem egy ilyen 3000 kilométerben nyúló túrát magas hegységben. Ebből az lett, hogy április végén Endre motorja már működött megint, ketten elmentünk Kesztölcre, én, aki messzebbről indultam, az én motoromban, az a hátsó motor, amin a fehér bukós isak lóg, az én motoromban tényleg belement a 100 km, Endrében nem ment bele, mert Pomázról indult, és csalt, és bár Endre motorja elméletek sokkal jobb állapotúként kezdte, hagyhatod ezeket a képeket, jobb néz, mint az én ronda nem? Van videó is. Tegyük be a videót, ahogy elindulok, egy rosszul beállított kamerával, mert akkor még nem volt saját kamerám, most már, képzétek el, 2023 akkor átváltoztatott az életem, mert, hogy kaptam egy saját ozmót a cégtől, meg kaptam, mindenféle kamerákat kaptam a cégtől, sokkal jobb ilyen dolgokat tudok, nagyon szép a, a színskára is, sokkal jobb ilyen, ilyen, de ez tök jó, a monoszkópot is beadhatod, csak Ú, uh, hogy jön ki az NSU a garázsból, ez beszarás. Nagyon szépen jött ki. Azért én büszke vagyok rá. Na, szóval, hogy az nsu így elindultunk Kesztölcre, és az Endré rohadt le négyszer, és végig szereltük az egész rohadék motorját az egész úton, és utána cseréltünk, és kider rájöttem, hogy az ülésén a húzó rosszul van beállítva, a, ped, a, a lábtartók rossz helyen vannak, dől belőle a füst, stb. Az esemény után az Endre szét is szedte a motort, elvitte a hengerfejes, ez a hengerfejét, hogy ne dőljön bele az olaj, mert egy 3000 kilométeres úton, hogyha dől bele az égéstérbe az olaj a szelepvezetők mellett, akkor egyrészt a, a gyűrűk kitámasztanak előbb-utóbb, kopik a motor, lemegy a benzin, stb. Másrészt beköpi a gyertyát, mint egy két ütemű, és nem túlságosan messzire haladni vele. Ez is történt különben ezzel az Endre féle motorral egész úton, hogy örökké beköpte a gyertyát. Na most Endre novemberben még nem kapta vissza a hengerfejestől a, a hengerfejet. Borsi Miki, harmadik barátunk, NSU-ja pedig, ami műtéti és, és sebészi precizitással készül már nem tudom mióta, az még mindig nem megy, már van rajta vizsga, de azt hiszem a váltója még mindig nincs rendesen összerakva, tehát összesen ketten tudtuk motorozni, én az nsu utána összesen annyit tudtam csinálni, hogy ugye ezt nem könnyű berúgni, meg jön belőle az olaj, mindig oda kell figyelned, hogy milyen ruhát veszel, mert már egy farmerom az használhatatlanná vált, a cipőt használhatatlanná válik, de, de egy, egyszer elmentünk még a Distinguished Gentleman's Ride-ra, májusban, Katival. Ez ugye egy olyan buli, amit kívülről mindenki ilyen snob hülyeségnek tart, mert az emberek kivételesen nem susi maciban vannak, hanem meg, meg, meg büdös motoros ruhában, hanem ide elegánsan illik fölöltözni, bár ezt a szabályt egyre kevesebben tartják be. Illik adakozni, ez, ez az egész DGR ugyanis a. Férfi prostatarák kutatásra ö, gyűjti a pénzt világszerte, tehát ez egy nemes mozgalom és igazából Simpsontól MV Augustáig mindenféle motorral oda szoktak állítani emberek, ez egy ilyen nagy-nagy motoros népünnepé, ami, amihez lezárják a fél várost, és végrobogunk a városon, nincs benne semmi agresszió, van egy kis puccosság benne, de nem semmi vészes, húzol egy inget, meg egy jakkendőt és tök poén, tehát ez poénra kell venni. Nagyon jó kis rendezvény. Na, akkor azt mondtam, hogy elég volt az nsu -ból. ennyit motoroztam vele, mert ez a stop and start dolog, ez, ez pont egy ilyen öreg járművel nagyon nem működik. Tehát vagy elmészve, túrázni, vagy inkább sehova. Túrázni meg ugye nem merünk elmenni vele, mert dől belőle az olaj és ezért. Tehát hogy még azért vannak orvosolni valók, de hát másoknak meg még nagyobb bajaik vannak a társaságból. Oké, hát ennyi volt az NSU-val. Viszont volt egy nagyon jó motorozásom, igaz, hogy rövid ugyanis Szabó Gyuri barátom Duna helyről, akit imádok és nagyon ritkán találkozom vele, fölhívott, hogy ő jön föl Budapestre, mert az egyik közös haverunk volt a Milánó Tarantó ötnapos veterán versenyen. Ez egy, ilyen, ez egy olyan veterán motoros verseny Olaszországban, két ilyen van, a Coppa Giro d'Italia, meg a Milánó Tarantó, ahol napokon át ilyen olasz régi motorokkal százával vagy ezrével mennek az emberek egy népünnepély, olyan mint a Mille Mia, csak motorban. És uh, Hordós Laci barátunk, akinek a legutolsó a harmadik aranyszínű betétes tankos királytengelyes Ducatia van, ő idén már volt ezen a versenyen, és jövőre uh, Szabó Gyuri is el akar menni, én 15 éve el szeretnék menni rá, mert, mert, olvastam róla többször, csak szerintem az én Morinim nem az, amelyik eh, hát ezt a körülbelül eh, azt 3000 km a teljes verseny hossza. Félek tőle, hogy az teljesen hibamentesen nem tudná abszolválni. Nagyon megbízható a Morini, meg minden, de, de, de ez a kis túra is, mert ugye Gyuri följött Szerdaerő, ő van legelől, az egy Giller sport sportrossza 150, egy nagyon ritka motor különben, és nagyon dögös és a Gyuri mindig ad a megjelenése, tehát ő korabeli 50-es évekbeli bőrruhában jár ezen a motoron, mint látod. Hátul hordós, Laci középen az én Morinim, az egy 98 is Sparazzino. És hát, ha mi így egyszer eljutnánk erre a versenyre, ez csodálatos lenne. Remélem be fog következni hamarosan, de még nem jövőre. És nagyon jót motoroztunk egészen addig, amíg a Morini azt nem mondta, hogy csúszik a kuplunk is, gazdán menjünk haza. Épp, hogy haza tudtam érni, azóta megcsináltam. És a Morini is egészséges, de ez egy ilyen nagyon-nagyon finom kis túrácska volt. Aztán... Sokat közlekedtem idén is a villanyrolleremmel, ami miatt Hát szerintem elég sokan leköpködnek, mert mindenki úgy tartja, hogy ez a, ez a speedzone, ez egy, ilyen, ez egy ilyen kipufogó, szaktól bűzlő társaság utálják az ilyen, ilyen hogy hívják ezt, metrosexuális üzemmódokat. Én nagyon sokat használom a villanyrolleremet és szívből imádom, egy kínai nem is tudom, x, valami, x nem tudom mi nyolcason van, 0-0-8-ason van, tök mindegy, 1300 km van benne. Nagyon sokat használom arra, hogyha elviszem különféle autóimat, és ott hagyom szerelni, vagy akár, hogy értük menni, akkor ezzel a villanyrollerrel vágok át az egész városon olyan helyeken, amiket soha nem látnék, különben hogy gyalog nem megyek oda, autóval meg nem lehet oda menni. És ez itt egy képpont, amikor azt hiszem valahol Kőbánya Kispestnél megyek át a vasúton késő este, és hát tökre szeretem a villanyrollert, Katival különben nagyon sok olyan kis utat csináltunk idén nyáron, mert neki is van egy villanyroller, hogy elmentünk a Kopaszigátra, meg a Szitakötőhöz, a Népszigeten, meg ilyeneket, és ezek mind nagyon-nagyon hangulatosak. Tehát én, én, nem, nem dobom el magamtól a modern technikát, tökre szeretem ezt, és ez így kiegészíti az ember életét. Ö, autók, mert ugye ez egy autós műsor. A Triumph volt az egyik nagy öröm idén, mert a triumf, amivel tavaly 12-szer, hát 8-szor rohadtam le a millemíján, ö, konkrétan, tehát az lerohadás volt, de különben még szer szereltem elég komolyan, ö, és nagyon nehezen csináltuk végig ezt a rohat millemíját, és a félvilág rajtam röhögött. Na most a triumf az idén nagyon jól megcsinálta a millemíját. a, a triumfnak az alaphibájára szerencsére rájött uh, Árva András és Sós Benedek, nekik ott az M5-ös mellett van egy karburátoros szervizük. Megesett rajtam a szívük, amikor a Mille Miára indulás előtt megint lerohadt úgy az autó, ahogy tavaly mindig, és mondtam, hogy most azonnal vigyem oda, és rögtön benzinnyomást mértünk, és kiderült, hogy egyfolytában gyújtást, meg karburátort próbáltam szerelni, meg dugulásokat, meg egyebeket, hát az AC pumpa volt rossz az autón. Ha nagyon sokat kértél tőle, és meleg volt, akkor az kiakadt a szelepe, és nem szállított benzint, és mindig minden lerohadásnál ugyanez volt a hibám vele. Csak mikor visszahűl, akkor megint működik. Én meg mindig azt hittem, hogy megcsináltam, és sose csináltam meg. Itt szerintem nyugodtan bejátszhatsz a millemélyes videóból, ha lehet, a YouTube-os videóból valamit. Tudod ez a... Tudod, tudod melyik. Geniális volt ez a millemia beültünk az autóba, oda mentünk, kísértük a, a, a mezőnyt, robogtunk velük együtt, minden mérőponthoz odaértünk, amit kiszemeltünk, imádtuk, oda néz, hogy startol az a figyeit, olyan hangok vannak, ezt a videót nézzétek meg, ha még nem láttátok az énféle Millemia-s videómat, mert itt azért Sienában történtek ám dolgok, meg voltak hangok. Na mindegy. Szóval a triumfal végigcsináltuk ezt a Dög Mille Tudom, hogy most mindenki előveszi, aki olvasta a cikket, vagy megnézte az akkori adást, hogy a végén tréleren jött haza. Az arról sajnos nem az autó tehet, nem a konstruktőr tehet, még csak igazából nem is én tehetek, hogy egy előző tulajdonos ö, rossz égszíjméretet talált ki rá, amikor generátor tett rá, és elnyalta az égszíjat. Azóta Hufnagel Steve, Kentakiban élő barátom, az ottani autósbolt polcáról túrt egy ilyen spéci méretű ékszíjat, sőt kettőt elküldte, és tökéletesen működik az autó azóta és ö, legalábbis ékszi problémája nincs. Más problémája van, mert el akartunk menni Katival Bikarra. Ja, hát ugye a triumfal, <laughs> hát a triumfnak idén komoly dolgai voltak, mert ugye megint volt néhány tárlatvezetésem a Dörgicsei ö, múzeumban, az autómúzeumban, és Dörgicsére is kétszer a Triunfal mentem. Nagyon nagy élmény volt, én ilyenkor nagyon korán hajnalban elindulok, és kis utakon megyek, nem autópályán, és felüdülés odaérni Dörgicsére, és akkor ott vagy, akkor bemutatod a sok szép autót, és nem visszaülsz a saját öreg autódba, és hazamész, és az egésznek van egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon balzsamos, nagyon kellemes hangulata. Ráadásul a február végi eseménynél nem is mentem haza, hanem a Katit összeszedtem a Székesfehérvári vasútállomáson. Elmentünk, aludtunk egyet a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyban, amiről az előbb ott volt a kép, aminek szerintem gyönyörűen fest a parkjában a triumf. És, és hát így ünnepeltük meg a születésnapját, mert neki ugye akkor van a születésnapja, és nagyon hangulatos volt, lenyitott tetővel mentünk februárban, mindenki hülyének nézett minket, de annak is van egy nagyon-nagyon kellemes hangulata. Hát a millemi -Mille, ilyen, meg aztán, hogyha megnézed, akkor ilyeneket éltünk át, hogy ilyen Ferrari, ez azt hiszem egy 250 mm, ami, ami, épp megelőzött minket, hogy ezeket üldöztük, és hát a Triumph ezt tök jól bírja különben, tehát nem sokkal gyengébb, mint egy akkori Ferrari, és hát be tudsz állni vele így, így, így a legbenőbb autók közé, jó, tíz évvel fiatalabb, mint ami ott van, de figyeljetek, ez, egy, 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 egy ilyen millét átélni egy öreg autóban, az, az, az valószínűleg az autózás egyik egyik legmagasabb csúcsa, amit egy ilyen, egy ilyen öreg autókba fejét beütött ember átélhet, mint én. Tehát ezek, ezek csodálatos dolgok voltak. Na mindegy. Ennyit a mille miáról nem zavart az, hogy trélerháton jött haza, mert csak az utolsó pár kilométert kellett trélerháton megtennie, és igazából nem volt műszaki hiba. A nagyobbik probléma az volt, hogy elmentünk volna vele, ugye miután nyáron még egy csomószor esténként elmentünk csak így körözni a városban cél nélkül, indultunk volna vele bikarra, mert a Kati befizetett egy ilyen hétvégi bikali ott létett, tudod, ilyen wellness, meg nem tudom mi, meg csak dumálnánk ketten és én előtte való este azért megnéztem a triumf hátsó kerekét, mert ott mindig csiripelt. Pont Sallós Kovács Petivel mentünk szerintem a Robinson-szigetekre együtt abban az autóban, amikor így, meg, így, így rám nézett, hogy te, te csík, ez biztos, hogy jó. És így visszhangzott ez, hogy egyik, így, 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 így. mondom, á jó, ez öreg autó nyikorog. Csak amikor valami nyikorog folyamatosan egy autóban két évig, ami forgó fémtárgyakból van összerakva lényegében, akkor ott tudod, hogy ott valami fém a fémhez ér úgy, hogy ők nincsenek megkemve. És az előbb-utóbb elkopik, és most már elkezdett idegesíteni két év után ez a dolog, és bár a triumfnak mindig lötyögtek a, a kerékcsapágyai kerékcsapágya egy nagyon hangyányi, de sokféle kerékcsapály szerkezet létezik, és vannak olyanok, amik nagyon picit lötyögnek, sőt, egy nagyon picit lötyögőse is kell hagyni a kúpos kerékcsapágyakat általában, amit egész máshogy szokás megmér, mint hogy így kézzel éreznéd. Tehát amikor megvettem, akkor így szóvá is tettem az eladónak, hogy ez nem, nem, kóser, és mutatta a számlát, hogy most cseréltetett kerékcsapágyakat. Vadi új kerékcsapágyak voltak benne egy vagyonért. Én ettől megnyugodtam, jó, akkor ennek ilyennek kell lenni. Ez a múzeum Nikolis különben, ahova elmentünk a, a triumfal, ez a Mille, Mille úton volt, amikor egy napra elszakadtunk a mezőnytől, mert ezt a múzeumot mindenképpen érdemes megnézni, erről is van fönn egy videón különben, bejárom az egészet, de a videóm nem pótolhatja azt az élményt, amit ott láttok, mert, mert, mert test ott vannak ezek az autók, effektíve megtapogatható, egy nagyon jó pofán berendezett, kicsit tömör, kicsit túl tömör és túltömött múzeum, de, de szuper érdekes. De mindegy, és mentünk ma a Bikarra, fölemelem az autót, centit a hátsó kerék. Szétment a kerékcsapágy, igazam volt a gyanúval, valamit rosszul raktak benne össze. Öm, azóta ezt is nagyon sokat szereltem, majd lesz erről videó jövőre, de azt még meg kell érnünk, mert fölvettem már, csak adással nem raktam össze, majd lesz a triumfról szó, viszont Bikarra nem mehettünk vele. Elővettem hát a fiátot. Mert a fiát, a kád, a kombi 1005-ös fiát, az, az az idei évet Igazából csodásan letudta. Ugye még tavasszal elvittem e, Horogárpi barátomhoz, mert mindig voltak problémái. Remegés bizonyos fordulatokon, de őrítően zavaró remegés. Ö, néha nem kapta föl az olajat, néha elvesztette az olajnyomást, Ö, voltak mindenféle ilyen inkontinencia problémái, óriási tócsák voltak alatt a minden szar és ez nagyon-nagyon-nagyon sok szerelés után alakult így. Tehát tavaly azért nem mentünk el Angliába, mert egy ennyire remegős, ennyire nehezen olajat fölkapó autóval nem akartunk elindulni. És most tavasszal Horog Árpinál szétszettük az autót, kiszedtük belőle a motort, váltót, tudtuk, hogy nem ússzuk meg. A váltót visszavittem Maxi Natillához, mert ugye ez egy kormányváltós autó, aminél a bot ránehezedik a, az egész szerkezetre, és amikor gödörbe mentem, és mondjuk nem volt terhelés a, a, a hajtáslánc, akkor kiesett harmadikból mindig. Mert az egy Lada belsejű váltó, amit építettünk ebbe, ezek a dolgok csereszabatosak, de a ladának, ugye függőleges a párcájának sokkal ö, enyhébben van arretálva a, az, hogy fokozatba ugorjon, mint egy kormányváltós autónál. És a lada váltóba végül beleépült Maxin a polszki féle kormányváltós arretáló tengely, most már nem potyog ki fokozatból, tehát masszívan benne van, álomfinom lett a váltó. A motort is szétszettük, a motorról kiderült, hogy bizony-bizony megnyalódott néhány csapágy, Hál' Istennek a főtengei megúzta, akkor ott volt egy kis kanossz, amire ö, csapágyakat tudtunk szerezni, mert az nem annyira egyszerű már egy ilyen motorba, de lett a nagy gépműhelyből, kecskemétről, és végül is a motort is pöpecre összeraktuk, csodálatos lett. Kiderült a remegés, hogy elveszett egy ilyen brezonpersei a váltó és a motor közül, ezért nem vonalban futott az egész, meg szét is lazult na akkor egy olyat is kapott újat, most már nem vibrált, tehát most nagyon-nagyon sok mindent megcsináltunk ezen az autón műszakilag, és, és, hát igazából egy üthető, vágható autó készült belőle, nagyon jól működik. És akkora volt a bizalmam, hogy alig pár nappal azután, hogy összeállt az autó, nem a triumfal mentem Dörgicsére, hanem a fiáttal. Mert hogy itt a jó autó, ki kell próbálni, hogy mit bír, eddig nem voltam vele Szentendrénél távolabb, na akkor nézzünk meg rögtön egy dörgicsét. A Velencei tó mellett kigyulladt az olajnyomás lámpa, és uh, Peti röhög. <laughs> Innen viszont tudom, hogy nem olvasta annak idején a cikket, és nem néztem meg a videót. Hát szóval, ezt még nem utasd, ez még nem itt van. Hogy csak a -e egy képet. Kigyulladt az olajnyomás lámpa, én meg ott álltam, és így végig gondoltam, hogy minden rohat alkatrésze a kezemben volt ennek a motornak. Nem lehet, hogy nincs olajnyomás. Képtelenség. Egyszerűen képtelenség. Megnéztem az olajszintet, hogy nem, nem -e ki valahol az olajat, de nem rám meg ott várt egy délelőtti 50-es turnus, meg egy délutáni 50-es turnus, száz embernek tettem volna tönkre a szórakozását, ha nem érek oda, mert délutáni az mondjuk vonattal még odaértem volna. Azt mondta, egy életem, egy halálom, most már tudom, hol lehet csapágyat venni, megyek vele, amíg be nem sül, aztán majd megoldom a dolgot, és elmentem vele Dörgicsére, Dörgicsén megtartottam a, a két tárlatvezetést, Hazamentem vele, végigvilágított 110-nél is az olajnyomás lámpa, leszartam. Mert közben, ugye ilyenkor nem árt, hogyha, hogyha ismered ezeket a régi autókat, nekem már nagyon sok skanderen volt ilyen olajnyomás gombákkal. Már 80. Hatban, akkor még nem, 88-ban, amikor mondjuk már felújítottam a motorját, az első 500-as fiátomnak is állandó olajnyomás gomba problémája volt, és örökké cserélgettem benne a gombákat, mindig azt mutatta, hogy nincs olajnyomás, pedig volt. És hát itt is csak annyi volt, hogy megjöttem Dörgicséről, másnap klub volt, Torjai Laci barátom hozott oda egy új gombát, belecsavartam, há, nini, és azóta van olajnyomás, tehát nem volt semmi baj a motornak, csak az a rohadt gomba döglött be. és a fiát az azóta megbízhatóan teszi a dolgát. Elmentünk vele végre, és végre megszolgálta a sok munkát, amit beletettem. Elmentünk vele a nagy nyári útra. Tettünk vele egy óriási ilyen Triest, Dolomitok, Ausztria, német bajorkastélyok, München, vissza Ausztriába, Hitler sasfészke, megint át Németországba, ö ez itt például egy olyan kép, amikor Triestben parkolunk a Mire Máre felé vezető úton fölfelé, és annak van egy, van egy csodálatosan finom íze, amikor odamész egy öreg olasz autóval Olaszországba, ahol nem nagyon látnak már ilyen autót. Ráadásul egy kombi valami, az akkori gyártásnak az 5%-a volt körülbelül, nagyon kevés kombi létezett ebből az autóból, és látod az öreg olaszokat, amint ott sétálnak a Miramare felé vezető úton, megállnak a fiátnál, beazonosítják, hogy ez egy fiát, Millecsincvecsentó, és így nézik, hogy hogy néz ki a hátulja. Mert a maguk idejében se nagyon láttak ilyet, vagy nagyon keveset. Ezt még ne lőjük el ezeket a dolomitosokat. Petinek van egy ilyen kényszer, hogy egyfajta képeket ö, ö, váltogat, de hát nem kell váltogatni, mert nagyon szép ez a kép, és innentől fogva. Volt egy morgás az első kerékben, és most játszhatott be azt, ahol a bácsi, a Kopasz bácsi, Google a szétszedett autó előtt. Igen, itt, itt az történt ugyanis, hogy az első kerékcsapágyakat nem cseréltük ki, és a csapágy az olyan, hogy Budapesten még csodásan szól, és amikor mész vele 40 fokban autópályán, 110-zel, nem tudom, 600 kilométert, akkor a végén meg és ezt, ezt nem tudod előre, hogy ez bekövetkezik, és nem cseréled ki az autóban az összes csapágyat, a hátsókerék csapágy most sincs kicserélve például. Elég sok csapágyat kicseréltünk, pont ezeket nem. És Trieste pedig nem Olaszország erre, akkor jöttem rá, amikor mindenféle szervizbe bementem, hogy hadd cseréljek csapágyat, és nem engedtek be. Na most előtte a triumfal, így az első szervizőbe bementem, és ott szereltem az autót. A triestiek mondták, hogy ja, az Olaszországot lehet. Itt Triestben nem. Be, át se léphettem a, a, a garázs, a szervizek küszöbét. Össze-vissza kerestünk, vagy tíz szervizben jártam, mindenhol kirúgtak. Másfél, két hetes szerelésre vállalták az autót. Mondtam, hogy de nekünk ma este a Dolomitokban szállásunk van. Mondták, hogy hát, vaffan kúló. Így jártam, Uh, és végül nem bírtam ki, és akkor jött ez a következő kép, vettem az SKF boltban csapágyat, cimeringet, zsírt, minden szart, és egy ilyen eldugott helyen, mert ezt azért az EU-ban nagyon büntetik, hogyha te az utcán szerelsz, egy eldugott helyen uh, szétszettem az autót, és kicseréltem az első kerék csapágyakat. Két óra volt az egész, tehát több időt szántam arra, hogy szervizt keressek, mert az elment, vagy három és fél óránk. A kerékcsapát csere minden estül együtt meg volt két óra alatt. Szóval ez a jó ezekben az öreg autók, már erre ezt mondom mindig, hogy, 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 hogy varjuhányásból és, és, és Szöcskepéniszből újraépíted a, 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 dolgok nagy részét, hogyha bedöglik. Egy új autónál érted, így vennéd elő az OBD-t, és akkor mit csinálsz? Akkor EGR szelepet cserélsz, és akkor honnan? Szóval tovább lehet velük jutni. És tovább is jutottunk föl a Dolomitokba, Isten ilyen bírta a dolog, mint a 72 ló erejével az, az autó. Én nagyon féltem tőle, hogy béna lesz, hogy majd a kanyarokban elfárad, de rohadt jól bírta, nem is fogyasztott túl sokat. a kanyarokban kicsit rossz volt, mert ezek a GT radiálok, amiket vettem rá, ezek úgy csúsznak száraz úton, mint másik gumi nedvesen, nedvesen meg úgy csúsznak, mint a jégen lennének, tehát ezzel a kevés lóerővel is össze-vissza szánkáztunk az autóval, Ilyen gumit ne vegyetek. Tehát kínaiból van jó is, például a Nexenek nagyon jók, de ez, ez borzalmas. Viszont az autó maga hibátlanul tette a dolgát. Hibátlanul, vakon meg lehetett benne bízni, bögetni lehetett, mindent lehetett csinálni. Bálint is vezette, egy csomót élvezte. Bejártuk, mondom, a dolomitokat. Ez, ez, itt az, amikor már távozunk a dolomitokból, elmentünk Ausztriába, mindenhol hegyek voltak, dögmeredek, emelkedők, ez a Hitler sasfészkénél van, amikor piknikezünk az autó motorház fedelén, mert nem találtunk éttermet, és akkor a közérből közértből ettünk. Szóval igazi ilyen 60-as évekbeli túrát csináltunk vele, Bálint vezet, ez Nürnberg felé van, és voltunk vele, hát a, a, nekem az utunk legszebb, és itt jókor játszottad be a képet kivételesen, Peti, most nagyon örül különben. Ennyi volt a karácsonyi ajándékod. Taps? Ja, ja já, nincs rajtam füles, volt taps is. Na, szóval ez Bamberg. Mindenkinek azt mondom, hogy Bambergbe menjen el, mert ez egy festői szépségű város lehetetlen házakkal, annyira éppen megmaradt a, 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 a így az 1600-as évekre teszem különben a házak nagy részét. Fantasztikus, olyan, mint egy makett, vagy ne, nem is tudom, és itt lehet inni ö, füstös sört, a Bambergi füstös sört, ami egy nagyon finom dolog. Csodálatos volt. És aztán utána Nürnberget megnéztük, majd ornbau vagy Ornbau mellett, ez, ez itt különben helyez ahol aludtunk, Találkoztunk a magyar klubomnak a tagjaival, mert mert itt a szomszédban egy Mercedes találkozó zajlott. Az ott, az ott mind magyar Merci, amik akkor jöttek meg, ebben a panzióban aludtunk, és hát a fiát odállította mellé. Onbauba mentünk ezen az úton, a végén, ez a két hét legvége volt. Onbaú pedig a legnagyobb öreg Mercedes találkozónak a helyszíne több ezer ember gyűlik ilyenkor össze, több száz, de nagyon sok száz öreg Mercedes, nagyon sokat már régről ismerek. 2001 óta járok erre a találkozóra, régen mindig Mercivel jártam, de hát most már nincs Mercedesem, de még mindig szeretem a Mercedeseket, tehát én nem, nem köpöm le a múltamat, csak most épp nem a Mercis korszakomat élem. Öhm, és nagyon balzsamos volt az egész találkozók, mert nem júliusban szokott lenni, hanem május végén pünköstkor, de most áttették, mert onban most volt 750 éves, és akkor összekötötték a kellemest a hasznossal. És itt azért a, a, a magyar gruppal elég szépet hát arattunk is a bőrzén, nagyon sokan jó dolgokat vettek, illetve nagyon sokat láttunk. Nekem külön nagy élmény volt, hogy ott voltak a gyerekeim. Külön szomorúság volt, hogy a Norbi fiam pont beteg lett, és ott maradt a szálláson, és szegény lázasan töltötte az egész napot, pedig neki akartam megmutatni már igazából ezt a, az egészet, de jó volt. Oda jött Kovács Vastibi barátom, akit az Alfa vásárlása óta ismerek. Jót lógtunk együtt, filléres söröket ittunk. Emberek, mennyi 49 centér lehet még mindig ott a Kringer behűtött export sört kapni az edekában a közértben, ami egy finom sör, 181 forint. Tehát a németek se fognak kihalni a sörhiánytól egy darabig, amíg ilyen söröket lehet venni. Na, és aztán a Ornbóból hazajöttünk, nagy élmény volt, és a fiát azóta is működik azóta is járok vele dolgozni, könyvet szállítok vele, nézzétek meg a Facebook oldalamat, ott mindig írok róla, hogy, vagy egy-két képet is beteszek. Dolgozik, dolgozik, élvezetes, szeretem, azzal voltunk Bikalon is, végül a fiát jó. fiát jó, vannak apró hibái, idén azokat is megcsinálom majd. Na, fiát után. Amiről nem tudok diadalmenetben beszámolni, most ez egy nagyon ronda képzavar volt, az a, az szépen, remélem, hogy az, látod a puskámat itt? Igen. Az a Bianchi. Az autó Bianchi, Bianchina panorámikám, ami valójában egy német összeszerelésű NSU fiát panoráma, ö, ami 1997 óta megvan, 2003-ban restaurálódott, 2009 óta működik is. Voltunk vele Rómában családostul, amit kevesen hisznek el, mert ez egy farmotoros 500 köbcentis kis autó, de elmentünk és nagyon nagy élmény volt. Bejártuk vele Ausztriát, Debrecen, Kecskemét, Esztergom, minden volt ezzel az autóval. Elég sokat használtuk, és most elkezdett döglődni, melegen nehezen indulni, meg ilyenek. Hazahoztam Budapestre, és hát kiderült, hogy műszaki, komoly műszaki bajai vannak, a hengerfej szétment, meg nem tudom, pár, pár komoly dolog van vele. Három hetet szereltem már, és ez már az NS ez már a puh. A Bianchi, ez a kék autó, Peti, tudod, a Balatonföldvári kikötőnél áll egy ilyen kék kis cuki bénaság. Ez, ez, ez az autó. Ugye fantozzi volt ilyen autója, csak nem kombi. Fantozzi az olasz tévé TV vagy filmtörtélem egyik leglenézettebb idióta alakja, valami ilyen autóval járt, és nyilvánvalóan nekem is ilyen autó van, én ettől még nagyon szeretem a bianchi de most rossz. Ezért most várja a feltámadást, és amit már bejátszottál az előbb, az NS, a Puch, amiről sokat kérdeznek, hogy mi van a Puchal, hát a puh is várja a feltámadást, mert a puhnak a motorja az úgy tűnik, hogy ott ragadt Tóth Gabinál. Két és fél éve egy millimétert nem haladt az egész. Most már nagyon elhoznám tőle, mert igazából én is össze tudok rakni egy puh motort, raktam össze már párat, biztos nem lesz olyan jó, mint egy Tóth Gabi féle puh motor, de azért jó, lesz, jó lenne az csak nem tudom fölhívni, már a telefon se veszi föl nekem, tehát most így kicsit, kicsit bajban vagyunk. És igen, azokat az 5-6-os csavarokat, azokat már kicseréltem azóta, mert, mert azok pozícionálós csavarok voltak, emiatt sokan megszóltak, de hát valahogy bele kellett tenni a futóművet. Tehát így áll a puh, egész évben nem történt vele semmi. És az S500-as Yamahám is ugyanúgy áll, ahogy volt. Másfél éve nem voltam Kecskeméten, szerintem Kacso Robinál az ott hát ott erjedésnek indult, tehát idén azt is el fogom hozni, mert, mert, mert ez elpusztul, hogyha most még sokat kint lesz és ezzel azért nagy terveim voltak, de szerintem már nem fognak megvalósulni, majd meglátom, hogy mit csinálok vele. De hát ott a papírja, fizetem rá a biztosítást, közben lejárt róla a műszaki vizsga, tehát most ez, ez, ez egy újabb ilyen gócfoltá vált az életemben, amit, amit orvosolnom kell. Nem mondom, hogy ezek nem, nem növelik a gyomorfekély és agyrák faktort, de, de mivel a többi dolog alapvetően jól működik, ezért, ezért ezek alapvetően nem nem befolyásolják annyira a hangulatot, az ember örüljön annak, amilyen van. Ez a túl sok projekt, ez mindig ahhoz vezet, hogy lesz egy rakás ilyen döglődő ö, processz is köztük. Üm, viszont idén nem csak millemélyen voltunk külföldön öreg autózni, hanem Tátrai Rolanddal és Kozma Zsoltival, Roland csodálatos, újszerű 2000-es skorpiójával elmentünk Biuliba, az angliai, hát én úgy tudom, hogy legnagyobb veterán is, ahol ilyen eser 500-ast is lehet kapni néha, de, de igazából ez a Scorpióból van, ahogy már megyünk Kalénál a kompra. Nagyon-nagyon klassz út volt. Egyrészt a Scorpió borzasztó hangulatos volt. Ezzel a két hülyével imádok együtt lógni, bármennyit együtt tudnék lenni. A rettegtek a kompon, mert még nem láttak nagy hullámokat, de hát ez néha kicsit rossz időben megy át a angol szigetre. Viszont megnéztünk egy csomó mindent Angliában, emellett megnéztük a, a veteránbőrzét, ami, ami nem olyan nagyon felemelő. Tehát nagyon aranyos, mert az angolok borzasztó aranyos emberek, nagyon jó hangulatú, nagyon sok 30-as évekbeli angol járműhöz lehet dolgokat kapni ami nekünk nincsen. De még repülőhöz is, meg mindenféléhez. De ilyen egybe dolgot, meg hogy a triumfhoz vegyek valami értelmeset, meg minden, ilyeneket nem tudtam találni. Semmit szinte, alig vettem hozzá pár dolgot, végül Londonban, London külvárosában vettem meg egy pár cuccot, ami, ami elég sok pénzembe került, mert befizettem ugyan a, a, az ULEZ díjat, de aztán kiderült, hogy az egy hamis cég volt, és ezt valahonnan tudnom kellett volna, és aztán a valódi cég követelte rajtam, hogy akkor fizessen be meg a bírságot is, és nem lehetett fellebezni. Végül elég szép pénzembe került ez az egész, de legalább nem, nem, Roland nem, majdnem a B szót használtam, és most nem jut eszembe a kiváltó szó. Nem rángatták meg Rolandot emiatt a dolog miatt. Ja, nagyon jó volt Anglia. Eljutottam Tulnba is, a túlni ez, ez még Anglia, és nem ittunk egy folytában, bár azért elég sokat ittunk, főleg mi ketten Kozma Zsoltival, de, mert Roland nem iszik túl sokat, de jó volt az egész buli, tényleg egy ilyen aranyfejezetként vonult be a tavalyi évbe. Eljutottam Tulnba is, a az ugye a sógorék bőrzéjeit Bécs mellett, ide majdnem minden évben elmegyek, erről nem készült idén videó, mert tavaly már egyet készítettem, és az nagyjából olyan minden évben. Idén a, a a képet a két hasas bácsival? Igen. Ja nem. Ja, hát ezt elfejtettem. Vukman Attilának volt egy nagyon jó japán autós rendezvénye Pécsett, aminek a felvezetésében egy csomó nagyon érdekes japán autót ki is próbáltunk. Pista is, G is, én is, mind a hárman, sőt, várjál? Igen, és Petike, mert ő vezette a, a Hachirokut, tehát nagyon sok tesztünk született abban az időben, és maga a rendezvény is nagyon klassz volt, amire valahogy nem lett hely a speedzónon, Ezért, ha jól tudom, a Facebookra ment ki. pedig én leforgattam az egészet, bemutattam az autóknak egy jó nagy részét. <kül> Aztán túl. túlba ezzel a két autóval mentünk. Volt egy képünk is, amikor ülünk a fecske Merciben, és az autópályával a nyakunk, Ma így néz ki a fecske hátsó üléséről az Ausztriába menés. Litner Zsolti balra, Walker Dávid jobbra ővelük ültem egy autóban, külön ott volt még egy csomó másik haverom, és végre magánemberként voltam túlban, bejártam, vettem Gezemi céket, stb. Ezt a két autót, ezek Litner zsolti autója, ezeket vittük ki eladni, egyikre se lett ott vevő, a fecskét azóta eladta egy osztráknak, valószínűleg itt ismerte meg, de nem tudom most pontosan a sztorit. A 33-as 1.7 QV az még megvan, és ezt nagyon szeretném, ha nem adná mert ez egy elképesztően jó autó, és és nagyon kevés van belőle éppen már, és ez egy valamilyen 6 millió forintért restaurált darab, tehát olyan vezetni, mint az álom, ez ha jól tudom, ez még megvan. És hát ott balra megismeritek Szűcsanyt, nem ő a zöldruhás pocakos bácsi, a másik pocakos bácsi, az pedig ugye a nagy, nagy minis barátunk, Linzmeier Balázs, aztán hát túl ugye picike, tehát túl egy nagyon aranyos és, és, néha nagyon hasznos bőrze, egészen jó dolgokat lehet ott kapni, de, de túl azért nem egy ilyen óriás valami. Viszont, viszont idén életemben a legnagyobb bőrzére eljutottam. Soha nem hittem, hogy ennyi öreg járművet, öreg jármű szerető embert, alkatrészt, klubot, stb. látok egy helyre összetömörítve. Tehát a tömörítés talán túlzás, mert a bolonyai bőrze óriási, tehát mert ez bolonya. Ugye ez a pádovai bőrze helyett átköltöztették az egészet egy nagyobb helyre, mert már nem fértek el. Így döglődik a veterános biznisz. És, és egy nyomasztó, nyomasztó borzalmat képzeljetek el, aminek minden perce szuperélvezet, élvezet, persze, csak egyszerűen a, a rémület, hogy ezt nem tudod bejárni, és amikor egy nap után rájössz, hogy a töredékét se láttad, akkor már tényleg összetoljad magad, hogy, hogy hogy fogod megnézni, mert azt nem lehet, hogy úgy menj innen haza, hogy nem látsz mindent. És a bolonyai bőrzén napi 20 km gyaloglással csináltam egy riportot, hazahoztam majdnem négy és fél órányi nyersanyagot, nem lehetett vágni belőle, tehát két részletben jelent meg. Elég sokan látták, tehát úgy tűnik, hogy, hogy egy ilyen bőrzebeszámoló számoló az, az működik. Pedig tényleg csak egy kamerát tartok meg, amit látok, azt mondom, mert azt se tudom, hogy milyen a következő sarkon. Nekem őrületesen érdekes volt, nagyon hasznos volt, nagyon-nagyon sok mindent megvettem az Alfa romenhoz egy rakás beszerezhetetlen dolgot a fiáthoz még egy rakás egyéb apróságot jobbra-balra, és hát amit láttam, figyelj, itt a fejemben hozom haza, sokkot kapsz, 280 ezer ember, de mások szerint 300 ezer ember volt ezen a bőrzén. Hát a legnagyobb bőrzék, amiken voltam, Essen, meg Párizs, azok ilyen 130-170 ezeres bőrzék. Szóval ez tényleg a méretek nyomasztóak. Ami hiányzott, most itt pont a képen van egy jobbra egy Land Cruiser, egy régi Land Cruiser FJ, de japán autókból nagyon kevés volt. Hát olasz autóból végtelen, német autóból szintén közel végtelen, francia autóból borzalmas mennyiség úgy untad már az ilyen miúrákat a végére, mert ebből legalább hatot láttunk, és már így ha ja, még egy miúra, még egy kuntas, és így már keresgélted az ilyen, ilyen kreténebb autókat, hogy, 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 mi az, amit még nem láttál tízszer. Figyeljetek, Balonya elképesztő, ez egy 1927-es Maserati 26B eredeti állapotban megmaradva, tehát tényleg a festék tartja egyben, és még mindig működőképes, még nemrég, nemrég még, még mentek vele. Ilyeneket látszik, ez a második mazeráti versenyautó, ami valaha készült. De, de, de ilyenből százával, százával érted, meg motorokból, meg alkatrészekből, meg minden. És Olaszországban lenni különben meg nagyon jó. Jó a kaja, jó a hangulat, isteni idő volt. Figyelj, egyszerűen fizikailag nem bírtunk többet. Tehát, hogy, hogy egy ilyen bőrzenk mindig az a baja, hogy a térded, a, a bokád, a derekad, a, az agyad, a szád, a minden kiszikkad, kiszárad, begörcsöl, szétmegy. Olyan, mintha agyon vernének egy baseball ütővel olyan a, 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 végére, de hát őrületes élmény volt. Na mindegy. Szóval megcsináltam a bolonyai riportot, de Igazából nekem az év két legnagyobb duronása mégsem a, a sok bőrzés, meg autózás, meg egyéb volt, hanem az, hanem az hogy a Nózi az Alfa Romeo Julia Sprint GTM, amit ugye 2022. áprilisában vettem, amikor beszorultam a repülőtéren a. A, a csőbe, és elment a repülő, és akkor nem tudtam kiszabadulni, meg télen hazahoztam nyári gumival, szakadó hóban, meg nem tudom, tehát úgy volt ott minden, nem teljesen legális rendszámmal, meg... Szóval annak, annak volt egy storia, erről is van ott fönn videóval, amikor még 2022 májusában kiment, és azt az autót azóta csinálom. 2022 szeptemberében került Hamza Csabáig CVH szervizébe, hogy egy éven belül kilakatolódik, és nem hiszitek el, mert ez nem szokott megtörténni Magyarországon, de betartották. Annak ellenére, hogy elköltöztek közben, és volt egy elég tumultózus időszakuk, amikor nagyon kevés ember dolgozott náluk, ennek ellenére az autó idén szeptemberre karosszériailag készen lett, szerintem nagyon szép munkát végeztek, nem lett le homokfújva, mert nem akartam homokfújást, itt ott bele lehet homokolva, ahol nagyon nehéz volt kiszedni már a koszt, de nem akartam teljes nagy felületű homokfúvást, mert meghullámosodik a lemezés, akkor nem lehet mit kezdeni az autóval, vagy nagyon nehéz. Ezért is van az, hogy ellentétben a nyugati restaurálásokkal azt látjátok, hogy fémtiszta karosszériát festegetnek az emberek, itt bizony maradt rajta piros, és szeptemberben átvittük Kövesdi Dénes Budafoki műhelyébe, és ott Dénesék azonnal munkához láttak, nem bírtak magukkal, egyik réteg jött a másik után, néhány huppogást kiszedtek a karosszériából, és megfújták. Hát ugye sokáig vitatárgya volt, hogy, hogy okker sárga lesz az autó, vagy sem, ez itt inkább egy narancsárga, de de ez csak egy kontroll szín, hogy lássuk a felületeket, mert hogy azóta kiderült az autóról, hogy milyen a színe, majd jön erről is riport. Dénes egy kicsit ilyen, ilyen pingelésből fújta meg ilyenre, összeöntött egy csomó festéket, és azzal lefújta, hogy lássa, hogy, hogy mutatnak a tükröződések. Ezután még lett javítva az autón, tehát ő még talált hibákat, amiket én nem láttam, de nem baj, legyen a Dénesnek szép ez az autó. És, és most tartunk ott, hogy ugye december végét írjuk, leszették már talán a forgatóról az autót, és Hamza Csabjéktől visszakerült hozzájuk a gurulós állvány, amin le tudják fújni az egészet. Tehát ennek az autónak január elejére, közepére meg lesz a végső fényezése. A nyílászárók már le vannak fényezve teljesen, az alvázvédelem már megvan, és akkor megy vissza onnan, a CVH-ba, ide mellén Kóbudára, itt van mellettünk a szerviz, így rámutatok, és majdnem a, a körömpiszkon végén ott van a, a Csabinak a műhelye. Jön vissza ide, itt kap egy nagyon komoly üregvédelmet, mert ugye föltartott mutató új, öreg autónál csak átmeneti állapot az öregautóság egy szemvillanásnyi, a roncság vezető út, rontság felé vezető úton. Mert hogy az öreg autó rohad mindig, már egy három éves autó is rohad belül, és hogyha te elkezded úgy használni, pláne a ha sok pénzé rendbe tett öreg autódat, hogy nincs benne üregvédelem, akkor barátom, úgy cseszel ki magaddal, hogy le is ugorhatnál inkább a szakadékba a helyből. Tehát nem lehet öreg autót üregvédelem nélkül használni. Nekem is az első dolgom az lesz, hogy itt megkapja az üregvédelmet, itt megkapja a Csabáéknál a benzincsöveket, fékcsöveket, a fémeket, itt visszamennek alá a futóművek, hogy gurítható legyen, hogy ne állványon kelljen kerülgetnie majd Horog árfinak, aki összerakja. Ahhoz viszont a futóművet össze kell rakni, ugye ez egy merevhidas autó hátul, ahhoz, hogy a merevhidat össze lehessen rakni kell bele a difi, ami tartja az oldalsó tokokat, azzal meg Maxin Attilának kell elkészülnie, aki most ötötszörre fut neki a hézagolásnak, mert már nincsenek elég vékony hézagolók, és ő nagyon precízen szeretné összerakni a, a difit, hogy nehogy megszólaljon. Na, szóval az alfa szerintem idén el fog készülni, és el se hiszem, hogy idáig eljutottam. A másik óriási dolog az az, hogy ö, tavaly ugyan kihagytam egy évet, de idén sikerült megírnom az ötödik könyvemet, és az megjelent, már kapható a Speedzone shopban, még kapható, mert kvázi az első nyomás az így. Hát nem sok maradt belőle. Én tegnap, tegnap előtt, tegnap voltam náluk, és még egy ilyen 200 pár darabot tudtam összeszámolni, tehát szépen fogyott. Nálam volt három garázsvásár, nagyon nagy. Volt az érdeklődés a harmadik garázsvásáron, konkrétan délelőtt fél tíztől, amikor még nem nyit meg a, a bolt, mert én tízkor nyitok mindig. Folyamatosan kint kanyargott a sor az utcán, egészen azt hiszem fél háromkor ment el az utolsó vevő, holott délig tart elméletileg a bolt. De jókat dumáltunk, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Egy csomó visszajelzést kaptam, hogy tetszett a könyv, a Rosszak új látszik. Úgy látszik, álmomban kimoderáltam őket, de, de úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek, és, és örülök, hogy veszitek 422 oldalt, tehát ebben most van olvasni való ilyen bazi meg képek is vannak, aki nem szeret olvasni, de, de ez, ez jó volt, és tartsuk fönn a jó szokást, mert, mert, talán akkor be tudom fejezni ezt a rohadék alfát is, nagyon örülök neki, tök büszke vagyok. Minden ilyen könyv különben egy ilyen, egy ilyen fontos mérföldkő az életben, mert akkor Mindegy, olyan, mint a letennél valamit az asztalra. Ez nem illan el. Na, és készültek jó dolgok is, mert a Speedzone nagyon jól működik. Volt egy évzáró találkozónk, ahol a főnökök, Balázs Viktor és Barbalics Bence, csak halksóhajjal merem kiejteni a nevüket a számon, nehogy meghallják. Bence már épp hazament, negyed, negyed egykor. Peti, hogy van ez? Munkanap van? ugye? Na mindegy, Bence már hazament, de szóval olyan beszámolók voltak, hogy minden görbe így fölfelé ment, meg stb. Na, jól állunk, azt hiszem elég sokan nézitek ezeket a műsorokat, remélem javult a minőség, szerintem a, a, három új kamera megvásárlásával az operatőreink szárnyakat kaptak, szerintem nagyon jó pofa vágási trükkök is van, én most már kezdek így tényleg így belülről, tehát én elég, elég sokat azt éreztem, hogy azért ez ilyen kicsit szecska ez a speed zone, de most már kezdek én is úgy, úgy tekinteni rá, hogy hú basszus, ezeket az anyagokat már jó megnézni. Igazából mi így a társaság jól meg vagyunk egymással, jó ittunk párszor, azt hiszem, és, és, és klassz volt az évzárónk is. Na, félre a Speedzontól, és menjünk tovább, mert Speedzonnal kapcsolatos, hogy az anyagok, amik megjelentek, azok is érdemelnek pár jó szót. Ugye tavaly előtt voltunk Amerikában, de ennek ellenére még csak idén jelentek meg azok az anyagok, mert úgy jöttek egymás után, amiket én csináltam odakint. Az egyik nagyon kedves anyagom az a, az a Peterson Múzeumnak a voltja, a, az alsó aknája volt a, a hát ez egy honsi, ahol tárolják az autókat. Tehát ez nem egy kiállítási terület, ide is be lehet menni, de külön pénzér, külön előjegyzéssel, stb. De hát mi a Speedzone mint fontos médium, kaptunk egy külön tárlatvezetőt, aki körbevit minket, nekem a térdemre meget, mert itt elképesztő különlegességek vannak az autógyártásból. Honsit még sose láttam, régi eredeti honsit, ez itt Kádárnak a csajkája, a kabrió csajkája, Különben én árultam a tárlatvezetőnek, hogy miért van rajta állólámpás merci tükör, mert ő nem tudta. Nem is tudta, hogy ez egy állólámpás merci tükör, teszem hozzá, bár a ruszki tükrök nem így néznek ki. És mondtam, hogy hát ezek ugye a pártgarázsban, a, a, ami most a Mercedesnek a központja, a pártgarázsban egymás mellett javították őket, és amikor nem volt tükör, akkor hát van Mercedes, ezt fölcsavarozták. Ja, aztán hát nekem a legnagyobb szó az egész Peter szemben a szemben az úgynevezett Round Door Rolls volt, ami egy kerek ajtajú Rolls-Royce a 30-as évekből, egy Phantom 2 ha jól emlékszem. Ö, a világ talán legszebb autója. Ez, lehet, hogy még a Bugatti Atlantiknál is szebb, és még különösebb a sztoria, hogyha megtudod, hogy ezt 1980-ban egy vastelepen fehérre mázolva, már szétrohadva vette meg valaki, és mentette meg a bezúzástól, mert pár héten belül bezúzták volna. Egészen hihetetlen, ez a Round Door Rolls, látod, kerek az ajtaja. Köpni-nyelni nem tudsz, amikor egy ilyen autót látsz. Te nem hiszed el, hogy ilyet készített az emberiség, hogy ez hogy néz ki. Én nagyon nehéz volt itt beszélnem, mert, mert igazából csak leültem volna elé és stokira, és Bámul ott a rozsdáskép, így mentették meg a vastelepről. Egy stokira ültem volna, és bámultam volna ezt az egészet, meg így tapogattam volna a, vonal, a vonalait a szememmel. Egyszerűen minden alkatrésze lélegzetel állító. Aztán Salós Kovács Petivel átmentünk egy másik múzeumban, ahol viszont csupa ilyen autó volt. Csupa ilyen egy, két, öt példányban készült szuper különlegesség ugyanebből a korszakból. Ez Axnardban volt, ahová lazán ugye losszit kicsit bejártuk, jó berúgtunk, amikor véletlenül kétszer annyi sört kaptunk, mint akartunk. A 40 fokban eléggé a fejünkbe is szállt, aztán elvonszoltuk magunkat a vasútállomásra, elmentünk Oxnardba, ahol már nem volt taxink. Ez szóval egy elég jó bulis dolog volt az ott, hogy, hogy jutottunk mi el a szállásra, és másnap a Malin Múzeumot megnéztük. Peter Malin egy óriási IT-vállalkozó igazából, aki nagyon sok jót tesz különben ott a társadalomért, egyéb vonalon is. Ö, ő volt az első San Francisco IT-vállalkozó, azt hiszem 69-68 táján. Szegény most halt meg, mi még majdnem találkoztunk vele, csak aznap valami dolga volt, de úgy volt, hogy oda jön és, és kezet fogunk. És Peter Malin egy elképesztő jó ízlésű ember, egy, egy ronda uh, ipari negyednek, egy viszonylag ronda hangárját belülről úgy rendezte be, nézzétek meg a feliratokat, a, a, lámpákat, a mindent, hogy az egész ilyen art deko. Olyan ízléses, hogy páratlan, páratlan, hogy minden alkatrésze szép a múzeumnak, és olyan autók vannak benne, ezek delájok, bugattik, hiszpanoszvízák, delázsok, és egyéb ilyen csodák, hogy, hogy érted, ott remeg a, remeg a térded. Itt lakik a, a Lady of the Lake nevű Bugatti is, egy Bugatti Bressa, egy 1929-es Bugatti Bressa, amit mindenféle vámügyek miatt belelöktek a Lago Majoréba, bizony, és ott volt 75 évig, ahonnan kiemelték. És az az autó azóta restaurálatlan állapotban, itt van kiállítva, így ebben az állapotában nem nyúlnak hozzá. Ez egy ez, kicsit konzerválták, hogy ne romoljon tovább az állapota, és oda mehetsz, és ö, meg is tapogathatod, ha akarod, csak ugye félő, hogy letörnek be a darabok. Tehát az ember nem tapogat egy ilyen dolgot. Egyszerűen csodálatos a, a régi technika, ahogy ilyen felbontva látod, és, és ilyen megöregedve, szinte még a halak is ott benne. Plusz. Ebben a múzeumban vannak Carlo Bugatti bútorai is, Carlo Bugatti egy másik Bugatti volt, aki csodálatos Art Deco bútorokat tervezett. Az egész múzeum olyan, hogy szerintem nem nagyon nagy, de annyira csodálatos dolgok vannak benne, hogy, hogy napokat el lehet ott tölteni. Oxnard kicsit kiesik Los Angeles-től, mert 100 kilométerre van, és napi két vonat jár oda, és visszafelé már nem volt vonatunk, tehát taxival mentünk Los Angelesbe, aztán még onnan busszal Las Vegasba 6 órát. Tehát ez egy kalandos út volt Petivel. Jót röhögtünk, nem volt mindig, tehát a, erre mondják, hogy a villamos kereke alól kivillan a mosoly, nem mindig őszinte. Volt ilyen kacagásunk is, de a végén azért csak odaértünk Las, Las Vegasba, is ment tovább a dolog. Mert hogy Las Vegasba oda jött Hufnagel Steve, aki állnéven Bounty Flyer néven írkál a neten, és neki is van egy saját videós csatornája, és nekem nagyon régi levelezős cimborám, de addig élet, az életben élőben egyszer találkoztunk csupán itthon, amikor hazalátogatott, és elhozta ezt az épített, ez egy, ez egy szétrohadt Austin healy re épített, de ő maga készítette az alvázat, egy nagyon modern Mustang motor van benne, egy ötgangos tremekváltóval, rohat erős, és ez egy alkoholista angol haverjának az autója, neki építette, de így felesben az övéké. És, és átjött Kentakiból, és ezt az autót ott Las vezettük. Leírhatatlan ilyen kulturális, meg, 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 műszaki élmény, ezt ott, vagy Las Vegasban, ami eleve egy nagyon furcsa dolog, egy ilyen magyarnak, mint én vagyok. Ülsz egy ilyen tető nélküli roadsterben, amit valaki épített sárból és technokor rapidból, dögerős az egész, de haverok vagytok a sráccal, de közben tudod, hogy van a háttérben egy ilyen alkoholista bácsi, mint tulajdonos, akihez a végén oda mentek, aki amikor kijön, egy olyan alkoholfelhő van körülötte, hogy még Pista sem mert rágyújtani, mert félt, hogy berobban és leviszi a bácsi fejét. A bácsi mondjuk nálam 12-3 évvel idősebb, tehát most akkor így könnyen dumálok, és a a csávó, aki tényleg alig általában, ő különben angol, tehát ő egy ilyen régi angol rocker, aki most Amerikában bujkál az adóhatóságok elől 20 éve, vagy 30 éve, mondta, hogy menjünk el egy körre. Én meg arra gondoltam, hogy van két gyerekem, még van némi hitelem is, stb., kéne még élnem egy keveset, de tudod, amikor így a kollégák így barátságosan veregetik a hátadat, hogy menjél már, mennyi már, csiki, hát ebből lesz majd a jó adás, és ízés, akkor így beülsz, figyelj, a fülemben is zapszem volt, kezembe kaptam egy kamerát, és ezzel az emberrel, akit életemben először láttam, de azt láttam, hogy nagyon meredek, ezzel az emberrel elmentünk egy körre ott a, a teljesen lerohadt Las Vegas-i Slumben. Tehát ez, ez igazából egy ilyen latinó, meg nem tudom milyen nagyon zűrös negyed papírházakkal, és ez az ember ez engem elvitt egy kanyarra a háztöm körül, én össze-vissza fostam magam, mert igazából annyira nem tudott jól vezetni, mint amennyire gyorsan ment. Ügyes volt, de szerintem a reflexei nem csak az alkohol miatt, hanem már úgy általában a demencia miatt is erősen kellemetlenek voltak, de nagyon meg akarta mutatni ennek a kellemetlen kis magyar újságíró gyereknek, hogy ő mekkorát tud menni ezzel az autóval. Nem volt nagyon élvezetes, de a végén nagyon nagy örömmel szálltam ki Hufnagelhez kapcsolódik a másik lelet is, ami pont a Johnny bácsinak az udvarában volt található, a hátsó udvarában. Hufnagel fizeti Johnny bácsinak a, a, ezt a házát, ezt a házbérletét, amit egy harmadik csávótól bérelnek, akinek van itt az udvarban egy csomó vartburgja és a csomó Wartburg, az mind gömbölyű varburg, amiket eredetileg újonnan Amerikába szállítottak. Valami másfél hónapig szállítottak pár Wartburgot oda, 59-60-ban, tehát ezek nagyon korai gömbölyű Wartburgok, és amerikai kivitelek, speciális lécézéssel, stb., és ebből van ott vagy egy tucat ebben az udvarban. És e, hát Amerika egyetlen Warburg mániásával megismerkedtünk, akinek e, e, ezek az autók kincseket érnek, még ilyen szarállapotban is, mert Európában is alig van belőlük, és ezek ótróhatnak némelyik, annyira rossz, hogy be van hegesztve, meg szögelve az ajtaja, meg nem tudom mi, de hát még azért itt Európában simán rendbe raknák őket, mert ezek már pénzt érnek. De a legkülönlegesebb az volt, hogy itt ebben az udvarban volt egy Warburg 313 kötőjel egy sport is. A sport az a Holy Grail, az az, amiből alig pár száz darab készült, az az, aminek hosszabb a motorház fedele, teljesen más a műszerfala, más a motorblokja, több karburátora van, stb., és egy nagyon ép, az meg bent volt, bent, ez már bent van, a ház köré épült, lényegében már kinőttek a, a fák a garázsajtó előtt innen, nem is tudom, hogy lehet kiszedni ezt az autót. Két olyan ritka autóról van szó, ezeknek több százmilliós az értékük ebben az állapotban, mert nincsenek, és megvan rajtuk az összes pécibizbasz. És ezek ott vannak egy Las Vegas -i kertben, érted? Tehát érted, ott és nem ez szürreális, érted? Ez, ez, ez olyan, mint a holdon piros paprikát találni, vagy, vagy tokai a Nem tudom, érted, szóval, hogy, hogy ez nincs ez a dolog, és mégis van. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt a Varburgos anyag, és végül is a Bence azt mondta, hogy ezt ne rakjuk ki szombati anyagnak, mert ez senkit nem fog érdekelni. Én arra gondoltam, hogy ezért a Varburg, meg a Kelet-Európa -e az hívó szó, és igazam is lett, mert azóta elég szépet futott ez az anyag. Hát ahhoz képest, hogy veterán. Na most, ami még Amerika volt, de nem Amerikában készült, az a Bel Air anyagunk. A Bel Airt én öt éve ismerem, ezt a sárga sevi Bel Airt, ami most itt a képen egy fekete, de valójában mindjárt besárgul. Ezt én legalább öt vagy lehet, hogy már tíz éve ismerem, ez áll egy szalomban, azóta már eladták különben, és Csodálatos állapotban van, kicsit átépített hűtőmaszkal, meg, meg azt hiszem ez tárcsafékesre át volt alakítva, de ez egy nagyon-nagyon jó műszaki állapotú autó, és ezt végre sikerült annyira összekalapálni, hogy megkaptam tesztelésre. A tátott pofám teljesen őszinte volt a, a forgatás alatt, mert ez egy olyan jó kocsi, nem úgy jó kocsi, hogy ahhoz képest, hogy egy 50-es évekbeli, ahhoz képest, hogy amerikai, hanem jó, pont. Kanyarodik, megy, fékez, minden csinál. Egyik legkedvencebb anyagom volt az egész évben. Tényleg egy, egy nagyon klassz kulturális utazás volt. És akkor itt következtek azok az anyagaim, amit, itt, amit már nagyon régóta szerettem volna csinálni, hogy emberek köré fűzök autókat. És óvatosan kezdtem az egyik legjobb barátom autójával, egy E3-as BMW-vel, egy kék E3-as BMW-vel, amiről tudtam, hogy jó, mert már vezettem előtte és Szabó Endre barátommal egy, egy jót autóztunk a Pilisben, nagyon szép menős képeket készítettünk, azt hiszem ez Besenyei Peti volt az egyik, és, a, és Sallós Peti a másik, használtuk a hidrát, ami a, ez a mindegy, az autó hátuljára tehető kameránk, és egész jó dolgokat csinált, és jó volt a szerkezete az egésznek, jót beszélgettünk Endrével, jót autóztunk, aranyos volt az egész adás, és én ezen felbúzdulva, és hát ugye egy E3-as BMW meg egy csodálatos szerkezet, mint olyan, tehát abban biztos voltam, hogy ezt szeretni fogjátok, ezek után elkezdtem olyanokat csinálni, hogy már szombati adásnak, nem csak ilyen desszert adásnak, hanem rendes szombati adásnak embereket vettem elő. Az első, akit így elővettem, az Ackerman Balázs volt, akit szintén tizen éve ismerek, még a, annak idején, a totálkáros iroda melletti parkolóházban álltak az autóink. Ott volt egy Volvo Amazon, meg volt néha egy-két Trabant, és akkor megismerkedtem ezzel a fiatal, hosszúhajú Csávóval, akiről később rájöttem, hogy ő az a Csávó, aki két keréken Trabizik állandóan, és aztán klubtagom lett, és akkor megjelent ezzel az Opel-el, amitől én teljesen elaléltem, mert ez egy. Ez egy az 50-es évektől az egész életét Magyarországon töltött autó, a magyar buherálásokkal benne, a balázs ezt az autót, ezt a saját verejtékével mentette meg, és nem alakította át csúcsereste hanem megőrizte az egésznek a patináját. Olyan íze volt, tehát ezek azok a veterán autók, amiket már nem látsz, mert mindegyiket vagy szétrohadva látod a kert végében, vagy csúcseres találkozókon. És ez a köztes állapot, amiben látod azt, hogy a múlt, a múlt, a múlt, ez nincs. És nem csak egy ilyen autója van, hanem van egy Plymouth Savoya is, ami egy nagyon alapkivitele, egy nagyon Óriási amerikai fecskefarkas batárnak. Ez is egészen döbbenet, mert ezeket az alapkiviteleket nem szokták megbenteni, és nagyon érdekes az autó, nem gyors, nem precíz, de van egy borzasztó jó íze. Balás pedig a saját kezével, ez egy értelmiségi csávó, idegenvezető, különben több nyelven beszél, stb., és ő maga lakatója, maga újítja föl motorikusan, maga találja ki a technikákat, hogyan préseli szét, stb. ezeket az autókat. Két keréken trabizik, van vagy nyolc különleges trabantja, mindegyik 601-es, de mindegyik vagy nagyon korai, vagy ritka kivitel, vagy akármi. Közben épít egy nyolc hengeres szimkát, közben... Ö, 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 idegen vezet mindenféle amerikai autókkal, meg van egy volgája is, aminek olyan karosszája van, hogy el se hiszitek, és most mesélt róla, hogy hogyan csinálja meg épp a kormányművét. Tehát van Balázs az én egyik nagy hírom, és nagyon örülök, hogy meg tudtam őt örökíteni, és egy nagyon-nagyon szimpatikus srác. A másik, Bóér Máté. Bóér Máté hasonló haverom Akerman Baláshoz. Bóér Mátét még a nagyon picike autóteszt újságnak a nagyon picike új kisfiú újságírójaként ismertem meg, de már az elején ilyen nagyon jó haverságban voltunk. Ez egy, ez egy nagyon felvilágosult, több nyelven beszélő, széles látókörű srác, akinek időtlen idők óta megvan ez az Opel Kadett célje. És Boer Máté egy másik szálon elkezdett föltűnni az életemben, azt leszámítva, hogy egy autós újságírói vonalon ismertük egymást, képei jelentek meg mindenhol ilyen lehetetlen helyeken, és csodálatos képei jelentek meg, meg a Petrol is fölbukkant a neve. Mi, mi történt ezzel a, a sráccal? És akkor ő is elkezdett járni a klubomba, és kiderült, hogy hát neki azért egy párhuzamos szálon nagyon elindult az élete, mert kiemelten jó, tehát nemzetközi hírű autófotós. Közben a leghíresebb olasz autós szépségverseny, a konkorzó Deleganza, a komoly konkorzó eleganca, Villa Dest hivatalos fotósa lett, de ő fotózhat például a Goodwood Revival-en is. Én a, 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 a a legelső fotósok között tartom az összes közül, az Amy Shorral, meg a Remy dardzegen egy szinten tartom őt. Tehát ő, ő egy nagyon magas polcos fotós tehetség, de közben jól ír is. És akkor egy harmadik szálon is becsatlakozott, mert kiderült, hogy az egyik Grand Tour videóban, ahol autóval húztak embereket síléceken, a végén ott volt az arca a Richard Hammond mellett. Mondom, ez hogy a francba van, és kiderült, hogy ja, hát ő így síel is, mert ki jár Ausztriába, és itt így autóval húzzák egymást. Tehát Boér Máté egy borzasztó színes, nagyon érdekes személyiség. Őt is megörökítettük különben sose ismertétek volna, mert egy borzasztóan szerény ember. És akkor évvégére hagytam a nagy durranást, Vámos Lacit Vámos Laci, mindegy, Mille Mia kapcsán ismertem meg, mikor először kellett bármit beszélnem a millemi járó itt a SpeedZónon, még nem is voltam SpeedZón tag, akkor ő volt az az ember, akinek a piros MG-jét bemutattuk, és azóta vett még egy MG-t, egy 30-as években egy kompresszoros, egyegyes, hat hengeres versenyautót. Ez egy konkrét gyári MGL versenyautó verseny múltal, igazoltan, stb. És ezt a két autót, a piros MGA-jét, meg ezt az MGL-t elvittük, uh, hol is voltunk, Peti? Uh, ócsára, és uh, Ócsán ezeket bemutattuk, és autóztunk velük, két fok volt, mindenki megfagyott, fújt a szél, beledöglöttünk, vonyítottunk, röhögtünk, óriási élmény volt, a piros autója is nagyon jó, de ez a kompresszoros izé, hát ez, ez, ez egy nemevilágidó, de nekem ez volt az év autózása. Itt nagyon lassan megyünk, tehát engem kicsit zavart is. Azért megyünk ilyen baromi lassan, csak hadd mondjam el a történet, a hátterét az egésznek, hogy vittünk egy MG4-es ezt autót oda forgatni. És az MC4-esnek a hátsó csomagtér rajtaja az a legkisebb mozgás után be akar csukódni, mert nem elég erős a teleszkópja, és rá akar csukódni a g aki a csomagtartóból filmezett minket. Ezért nem tudtunk elég gyorsan menni, Besenyi Peti vezetett, ez volt az MG4. Besenyi Peti vezetett, és a G ordított neki, hogy ne menj gyorsabban, mert nem látok ki a, a csomagtérajtó alól. Ezért végig ilyen 60-nal mentünk, pedig az az MG, amit vezettem, az sokkal, de sokkal erősebb. Az egy 120 lóerős borzalom. Ö, a végén a faluban így, így a faluba beérve és a elhagyva így el is, el is küldtem neki egy kicsit, és Elképesztő jól megy. A Konkrétan a film végén látjátok, ahogy szárt autó nélkül megyünk vele egy kicsit, és hát rendesen megy. Na mindegy, szóval ez egy óriási élmény volt ez is. Jött még aztán ugyanez erre az emberi vonalra fölfűzve, sárváritomi, és az ő Toyota dresszidálja. A sárváritomi azért is érdekes, mert ö, ő. A 70-es évek végén élt, Irakban apukája kiküldött volt, én a 60-as évek végén éltem, Irakban apukám kiküldött volt. Közös témáink voltak, tehát itt a stúdióban dumáltunk egy csomót Irakról. Nekem ez az autó azért van meg, mert amikor mi Japánban voltunk ugyanígy kiküldetésben, akkor ilyennel volt tele az utca, és én azóta nem nagyon láttam ilyen autót. Tomi egy nagyon szimpatikus ember, nagyon jó kis anyag lett belőle, és elképesztő trükkkel tudta megmenteni ezt az autót az enyészettől, nem véletlenül nem maradt bele sok. Aztán volt egy, még egy nagyon nagy kedvenc videóm, az XJSS, a Jaguar XJSS, ahol sajnos a tulajdonos nem bírtam ö, rávenni, hogy, 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 a kamerán szerepeljen, pedig egy nagyon érdekes ember, és nagyon nagy autó, autószerető, de ő egyszerűen nem szereti a kamerát, én meg ezt tiszteletben tartom, az autója csodálatos volt, ez a legjobb sériás XCS, ez még a régi fajta szép, de már az új motoros, a nagyon trükkös rétegzett keverék képzésű új motoros ö, 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 használható, de nem a rondakasn is új. Tehát ez is egy, egy nagyon jó kis teszt volt, nagyon élveztük, G forgatta, szerintem nagyon szépeket lőtt róla. Egy kudarc élményem is volt idén, <kül> Mert el akartam indítani egy rovatot, a Fényútja a filmik címűt, aminek az első része le is ment pont a legulalmasabb része, amikor sajnos egyszerűen olyan, hogy föl kell vezetni történeti dolgokat, nagyon nehéz akciót vinni bele. Egy kis akció volt benne, mert készített a Perelaci kamera obszkúrát, meg csináltunk szolárkamerát, meg nem tudom mi, de igazából az elején még az asztalnál ültünk és dumáltunk, és a hang is egy kicsit rossz lett. Nem is volt beharangozva. Rosszkor is jelent meg, rossz is volt tóképes, a nyitóképe, stb. És a végén ez egy ilyen kemény 13 ezeres nézettséget produkált, ami után a szerkesztőség leszavazta, hogy ez folytatódjon. Meg volt még két ö, anyag leforgatva belőle, különben 8 ra terveztem az egészet, ahol már sokkal több akció lett volna, mert előkerültek már a tárgyak, amikkel lehetett fotózni. A másodikban boxgépekkel fotóztunk lejárt filmre. Ö, itt van a Perelaciról az a kép, amit egy, <coughs> egy 110 éves eho boxal 30 éve lejárt filmre csináltam, a triumfról. <coughs> Ez egy nagyon jó kis fotózás volt, és aztán később a következő adásban kihúzatos gépekkel fotóztunk brassai módra 5 perces expókat éjszaka. Ez az autós moziban készült. Engem senki nem látott különben, mert olyan sötét volt, hogy, hogy egyszerűen nem lehetett látszani. Jó lett volna, de úgy látszik ez, ez, ez nem, nem való a speedzone ez az egész. Az embernek néha meg kell próbálkozni a új dolgokkal. Például olyan új dolgokkal is, ami viszont elég sikeres lett hogy csináltam egy ilyen full skizó anyagot, amikor négy különböző korból érkező ember, autós ember elmondja, hogy mi a menő az ő korában, meg, meg mi a jövőképe, és hát mind a négy embert én játszottam, mint látod, különböző korokból jöttünk, és egyfolytában vitázunk. Ezt ezt megcsinálni különben, hogy itt találkoznak az idősíkok, mert ezek ugye egymásra lettek montírozva ezek a, a felvételek, ez nagyon nehéz volt, hogy fejben izé. végül egészen jó kis anyag lett szerintem. Ez is sok embernek tetszett, néhányan azt mondták, hogy micsoda egy baromság, na ilyenkor szerettem, mert ilyenkor állik el a szaramájtól, már bocsánat, de hogy, de hogy hogy az, ami egy pár emberből nagy rajongás, vagy egy pár emberből nagy, nagy utálatot vált ki, az biztos, hogy érdekes, és nagyon büszke vagyok, hogy megcsináltam, és tökre élveztem. Szóval, köszönöm szépen, hogy velem voltatok egész évben. Jövőre még klasszabb dolgokat csinálunk. Remélem elkészül az Alfa, és akkor azzal is lesznek ügyek, meg, meg már van egy pár tervem. És nagyon jó volt a 2023-as évem, és mivel most mindjárt motorra ülök és hazamegyek, ezért nem lehet itt velem pesgős pohár, meg nem akartam ilyen traubi szódát beletenni, hogy ezért eljátszam, ezért inkább csak itt szóban mondom, hogy emelem poharam 2024-re, remélem nagyon klassz lesz, és hát köszönöm, hogy velünk voltatok, iratkozzatok föl, mit szoktunk ilyenkor, iratkozzatok föl a Speedzone-ra, iratkozzatok föl az összes csatornánkra, olvassátok el az olvastárban, mert ott van mindennek az egésznek a linkje, amit, amit én itt összeírtam. Köszönjük meg Sallós Kovács Petinek, hogy itt végigbírta idegekkel ezt a forgatást, és húzzunk haza, mert otthon várnak a beiglik és az egyéb dolgok. Csá! Tényleg vége? Be, nem veszek több levegőt, kész, ennyi.